jégkárok az almásokban, kiszáradt kukoricamezők. Ezek is a tavalyi szélsőséges időjárás következményei voltak. Az MVH jelenleg a 2014. november 1-e és a 2015. október 31-e közötti időszakban bekövetkezett károkat téríti meg a gazdálkodóknak. Azonban több száz vállalkozó a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének késése vagy elmulasztása miatt nem lesz jogosult a visszatérítésre. Megkezdtük a kárenyhítésből eredő visszatérítéseket a termelőknek. Gyakorlatilag 2015-ben országos viszonylatban mintegy 72 ezer termelő lett volna jogosult kárenyhítés igénybe nyújtására. Ebből Szabolcs-Szatmár-Berek megyét érintőleg 10 ezer termelő, aki jogosultá vált. A termelők által befizetett kárenyhítési hozzájárulás mérték az 4,1 milliárd forint volt országos viszonylatban, és ugye jogszabály írja elő, hogy ugyanezt az összeget a minisztériumnak mellé kell tenni, tehát bőséggel van annyi pénz a kárenyhítési alapban, hogy a kárigényeket visszaosztás nélkül teljesíteni tudjuk. Országosan több mint 5000, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből mintegy 2300 termelő nyújtott be kárenyhítési igényt. Közülük 1737 kérelmező lesz jogosult visszatérítésre, így az országos mintegy 6 milliárd forintos keretösszeg fele a helyi vállalkozókhoz érkezik. A kieső 600 termelő nem felel meg a kártérítési előírásoknak, melyek közül a legfontosabb a kárenyhítési hozzájárulás befizetése, mondta el a kirendeltségvezető. Hozzátette, a mezőgazdasági biztosítások is jelentős segítséget nyújthatnak a gazdáknak. Aki piaci biztosítással is rendelkezik, az gyakorlatilag nagyobb összegű kárenyhítésre tarthat igényt. Aki nem rendelkezik piaci biztosítással, tehát az átlaghozamérték 50%-ának a piaci biztosításával legalább nem rendelkezik, az a kárenyhítési összegnek csak az 50%-át kaphatja meg, ez uniós előírás. A kárenyhítési alapban rendelkezésre álló forrás az idei évben meghaladja a 21 milliárd forintot.